Sport és két tanítási nyelvű, valamint német nemzetiségi osztályt búcsúztatott a 2021-2022-es tanév végeztével a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc általános iskola. A hagyományoknak megfelelően a 31 diák még egyszer végigjárta az épületet, majd már az udvaron ünnepi műsor keretében búcsúztak és búcsúztatták őket. Mindent megtettünk az online oktatás alatt is, hogy a tanulókat felkészítsük ezekre a középiskolai tanulmányokra, és mióta ugye a jelenléti oktatás van, akkor még jobban fokoztuk, hogy tudjanak tanulni. Én úgy gondolom, hogy majdnem mindenkit oda vettek fel, amit elsőnek jelölt meg, hogy elértük azt a célt, amit szerettünk volna. Búcsúztattam őket a termekben, és elmondtam, hogy ide bármikor visszajöhetnek, tehát nyitva áll a kapu, nem zárjuk be, tehát jöhetnek, és hogyha valami olyan gondjuk, problémájuk van, nyugodtan keressenek meg akár engem, de a régi osztályfőnököket, vagy azt a tanárt éppen, aki tanította azt a tantárgyat. Tehát várjuk a gyerekeket vissza is, és szoktak is visszajönni. A diákok és pedagógusok szerint is nehéz évek állnak mögöttük, de közösen igyekeztek előnyt kovácsolni ebből, és minden körülmények között folyamatosan tanulni. Nagyon jó volt, így eleinte féltem, meg bevallom, sírtam is elsőbe, mert féltem az emberektől, így nem voltam nagyon közösségben. Így nyolcadikra nagyon jól összekovácsolódott, és most már így szomorú szívvel hagyom el ezt az iskolát. Egy szívemnek nagyon kedves osztálytól veszek búcsút, és valószínűleg ehhez az is hozzájárult, hogy volt nagyon két kemény évünk, és egy évet végig úgy töltöttünk, hogy jöttünk egy kicsit iskolába, aztán bezáródtak otthonnak a falai, és úgy kellett úgynevezett normalitást megteremteni, ami mindenkinek kihívás volt, szülőnek, gyereknek, tanárnak egyaránt. Én úgy gondolom, hogy az egyéb programokkal együtt, amikor már a pandémia megengedte, hogy ezeket megvalósítsuk, sikerült valamelyest behozni azokat a hátrányokat, amelyekből ők kimaradtak a bezártság miatt. Nagyon remélem, a felvételi eredményeik is ezt mutatják, hogy jól felkészültek az iskolában, és én szinte 100%-ban biztos vagyok benne, hogy meg fogják állni a helyüket a jövőben. Idén is átadták a Kazinczy díjat, amelyet Kerli Zalán és Pap Levente vehetett át, valamint a kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeket is elérő fiatalokat is elismerésben részesítették.